Sziasztok! Ebben a videóban egy nagyon egyszerű, természetihlete és természetből gyűjtött kis kopogtatót, ajtódíszt fogunk készíteni. Ha érdekel benneteket, hogy mi ezt hogyan valósítottuk meg, akkor maradjatok velünk! Első lépésben elindultunk egy kisebb kirándulásra, szétnéztünk a környéken, és összeszedtünk olyan dolgokat, amiket fel tudtunk használni a koszorú készítéshez. Először is szükségünk volt egy kevés koszorú alapra, amihez mi ezt a vékony kis bokrot használtuk, amit teljesen jól lehet hajlítani. Ebből néhány ágra lesz csupán szükségünk. Szuper volt az idő, így a hosszú hétvégére, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Idén talán ez volt az első igazán tavaszias meleg nap, és nagyon örültünk, hogy egy kicsit kimehettünk, és szétnézhettünk, gyűjtöttünk barkát, illetve mindenféle kis ágakat, amiket könnyedén fel tudtunk használni a koszorú készítéséhez. A koszorunk alapjához ezeket a vékony kis ágakat használtunk, amit ugye egy bokorról vágtunk le, de természetesen más anyagot, például fűzfát is használhattok. Egymással szembefordítottuk az ágakat, hogy a két végén legyenek ezek a vékonyabb kis hajtások, majd pedig középen megdrótoztuk, és a felesleges vastag kis gírbe-gürbe részeket levágtuk. Ezután ketté hajtottuk, nem egy szabályos kört, hanem inkább egy ilyen tojás dad alakot kaptunk, majd pedig mi nem ragasztottunk, hanem minden csak betűztünk a szálak közé, először a pici begyűjtött barkákat. Természetesen lehet ragasztani vagy drótozni, ki melyiket szereti, nekünk ugye ide ki az udvarra kicsit nehéz volt áramot kivezetni, hogy tudjunk ragasztó pisztolyt használni, de így is megoldottuk. Hogyha jó helyre igazítottuk, akkor esetleg dróttal tudjuk őket rögzíteni, majd pedig jöhetnek a kis színes virágok. Mi ehhez egy ilyen sárgás művirágot használtunk, ami szerintem teljesen ideális ugye a kopogtatókhoz, illetve hogyha kint szeretnénk használni, ugye nem megy tönkre, illetve a napfénynek is ellenáll. Egyszerűen a barkák, illetve az ágak közé betűzdeltük ezeket a kis sárga virágokat, illetve a zöld levelekből is elhelyeztünk egy-kettőt, hogy ilyen friss, tavaszias jellege legyen. Ezután néhány kisebb fehér virágot is közé tűztünk, illetve a felső részre is raktunk belőle egy keveset. A színben megegyező kis kiegészítőket, amiket otthon az ilyen kreatívos dobozban találtunk, szintén felhasználtuk hozzá. Ehhez hasonló kis kócot, vagy nem tudom ki, hogy nevezni ezt a kis szálakat. Ebből is tettünk belőle egy keveset, illetve egy ilyen zsákvászon anyagból lévő masnyival díszítettük a közepét. Nekem nagyon tetszett ez a sárga, natur, illetve fehér színkompozíció. Kicsit lehet, hogy húsvétra emlékeztet benneteket, főleg a barka miatt, de akár más változatokkal is el lehet ugye készíteni. Nagyon szeretek ehhez hasonló koszorúkat, illetve ajtódíszeket készíteni, mert a keret úgymond ingyen van, és csak a természetből össze lehet egyszerűen gyűjteni. Otthon fellelhető dolgokkal ki lehet egyszerűen egészíteni, és már is megvagyunk a szezonális díszünkkel. Végül egy kötözőt kötöttünk át rajta, amivel fel tudtuk úgymond akasztani az ajtóhoz. Szerintem nagyon szépre sikeredett, nagyon egyszerű kis letisztult formát, illetve dizájnt kaptunk. Remélem tetszett nektek ez a pici kis videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, esetleg iratkozzatok fel, ha szeretnétek még több hasonló videót látni. De addig is, sziasztok!